Nagyobb növekedést vár Magyarországon az Európai Bizottság. Az uniós testület szerint a magyar gazdaság növekedése kétszerese lehet az uniós átlagnak. Varga Mihály pénzügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a magyar gazdaságnak a romló környezetben is meg kell állnia a helyét, a stabilitást meg kell őrizni, a munkahelyeket meg kell védeni, az ország energiállátását biztosítani kell. Titanilla. Tóth Gergely, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem Tudományos Munkatársa vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mivel indokolja az Európai Bizottság ezt az álláspontját, hogy Magyarországon az uniós átlagnál nagyobb, vagy hát úgy duplája lehet az uniós átlagnak a magyar növekedés? A tavaszi előjelzéshez képest valóban ott 2,6-3 közötti növekedést várta. Az Európai Bizottság most 5,2%-ra módosította, még jellemzően az egész EU-t-eurózónát érintően lefelé a kockázatok növekedése miatt. A magyar gazdaság esetében az első negyed év-negyed évek sikerültek jobban a várakozásoknál, de hát a, a folytatást illetően azért természetesen az EU-hoz, illetve a világhoz igazodva, azért nálunk is be fog következni a gazdaság némi lassulása. Ugye Európában összességében, illetve az Egyesült Államokban és Kínában is látszik már ez a lassulás. Tehát fel kell készülnünk -e egy recessziós környezetre a következő időszakban? Alapvetően fel. Tavasz óta, tehát a háború kitörése óta a negatív forgatókönyvek valósultak meg legtöbb esetben gazdasági értelemben, és azt lehet mondani, hogy a világvezető hatalmai, ahogy ön is felsorolta, a recesszió. Szélén billegnek az Egyesült Államokban is. A recesszió mit jelent? Tehát a gazdasági teljesítmény csökkenését, a gazdaság visszaesését jelenti. Technikailag ez, ez úgy néz ki, közgazdaságilag, hogy két egymás követő negyed évben zsugorodik egy ország gazdasága. Csökken a GDP. Csökken a GDP, igen. Ez igazából praktikusan még nagyon kevés országba következett be, de nagyon közel állnak a világ nagyhatalmai ehhez, az Egyesült Államok is. Az orosz-ukrán háború. Alapvetően forgatta föl az élelmiszerárakat, az energiapiacot, tehát ez mindenhol érezteti a hatását, mindenhol megvan ennek globálisan a, a, lenyomata. Kína ezen felül még ugye a Covid elleni küzdelmet továbbra is folytatja, tehát Kína adott esetben még haszonélvezője is lehetne ennek az orosz-ukrán konfliktusnak, de ők a Covid okozta továbbra is fennálló problémáik, vagy, vagy félelmük miatt ugye hónapokra lezárták a a Kína legnagyobb városait, vagy legnagyobb városát, tehát összességében az ő esetükben a Covid egyelőre a fő probléma, de ott is nagyon-nagyon régóta nem látott alacsony gazdasági növekedés van. Az európai teljesség az Európai Unió esetében pedig, amit mi is tapasztalunk, igen negatív hatással van az orosz-ukrán krízis, tehát nagyon közeli az a, az, a, az a lehetőség, nagyon elérhető távolságba került az a lehetőség, hogy valóban recesszió következzen be globálisan is. Nyilván erre minden gazdaság igyekszik felkészülni, a magyar gazdaság, a magyar kormány is igyekszik felkészülni. Mik a fő sarokpontjai, pillérei ennek a felkészülésnek? Mi az, amire most nagyon oda kell figyelni egy ilyen válságos vagy válság előtti pillanatban? Hát alapvetően az adott országoknak a költségvetésüket, az államháztartási folyamataikat, gazdálkodásukat kell stabilizálni, rendbe rakni. Tehát ez ugye praktikusan egy teljesen más jövőkép vázolódott föl az elmúlt időszakban, mint amire korábban számítottunk. Tehát a legtöbb gazdasági prognózis előjelzés az felborult az elmúlt időszakban, és a költségvetések sem így készültek, sem az idei, sem a jövő évi költségvetés nem így készül egy ország, vagy a legrosszabb forgatókönyveket helyezik elő Térbe, de itt nagyon megváltozott minden, és alapvetően a költségvetés kiadási bevételi struktúráját kell összhangba hozni, hatalmas többre terheket jelent a költségvetésnek, egy recessziós környezet, támogatást kell adni a gazdaság szereplőinek, értve itt a háztartásokat, a vállalkozásokat, a legnehezebb helyzetbe lévőket valahogy meg kell próbálni kisegíteni, támogatni, túléljék ezt az időszakot, és utána a célirányos, célzott gazdaságpolitikai eszközökkel meg kell próbálni dinamizálni a gazdasági növekedést, tehát hogy kikerüljön az adott ország, akár Magyarország ebből, a, ebből a, a negatív gazdasági spirálból, tehát igazából a költségvetéseket a világ számos országában azt gondolom most újra tervezik, újraírják, újra gondolják, és ha ez a tervezés folyamata ugye időben elkezdődik, és időben fel tudnak készülni az előrelátható Problémákra, akkor talán a válságból, a, akár a recesszióba való kilábalás is gyorsabb és fájdalommentesebb lehet. Itt ennek a válságnak az egyik fő jellemzője, ugye az az energia áraknak az elszállása, illetve ez is egyfajta okozója ennek a válságnak, hiszen ugye itt a lakosság terhei, illetve az iparnak a terhei is növekednek, ugye itt energia hiányról is szó van, nem lesz elég energiahordozó, már föltették azt a kérdést a szakemberek, hogy vagy a lakásokat fűtjük, vagy a berendezéseket, az ipari berendezéseket működtetjük. Magyarországon energiaveszélyhelyzetet hirdetett a kormány. Miért volt erre szükség? Hát alapvetően, ami pár hónappal ezelőtt még mindig elképzelhetetlennek tűnt, hogy most már talán lassan nem az a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni egy köbméter gáz, vagy egy kilowatt villanyáram, hanem az, hogy lesz-e egyáltalán, főleg ez a gáz esetében igen komoly kérdőjel, hogy Európába jut-e elegendő mennyiségű földgáz majd, főleg a téli időszakra lesz ez igazán kardinális, hogy lesz -e egyáltalán. És ez megint egy olyan kérdés, amit mondjuk jó, hanem nem október-november környékén vesznek elő az államok, vagy ezzel az Európai Unió, tehát gyakorlatilag fel kell készülni most már, a legrosszabb forgatókönyvekre is, tehát meg kell kezdeni, illetve hát folytatni kell, mert ugye a, a gáztározók feltöltése az az ugye időben megkezdődött, sőt, a dinamikája az, az a korábbi évekhez képest sokkal gyorsabb, de mi van akkor, ha nem sikerül ezeket a gáztározókat feltölteni? Megvan alapvetően, tehát szabályozva van a lekapcsolási sorrend, tehát hogyha földgáz esetében ellátási probléma merül fel, akkor azért megvan annak a, a logikája, menetrendje, hogy kik azok, akiket először átállítanak mondjuk kőolajra, vagy, vagy ki az, akik ennek korlátozzák a fogyasztását. Ugye egyébként volt erre példa Magyarországon, még a mi életünkben is, 2009. januárjában akkor is egy orosz-ukrán gázelszámolási vita miatt akadozott, vagy akár igen, akkor ugye le is állt, az igen, akkor le is család. állt, igen, tehát akkor volt már erre példa, pont a leghidegebb időszakban, 2008-2009-es válság legsötétebb időszakában, de azért az viszonylag belátható időn belül megoldódott. Most ugye ennek az időtávja, hogy mikor lesz gáz, és milyen alternatív úton akkor még nincsenek teljesen kidolgozva, és erre akár évek is kellhetnek, hogy ezek megoldásra kerüljenek. Tehát alapvetően, és gazdasági értelemben, társadalmi értelemben ez egy nagyon súlyos probléma. Tehát akár ha le kell állítani bizonyos gyárakat, a legnagyobb gyáraknak korlátozni kell a kapacitásait, a gázfogyasztását. Tehát ennek a, a gazdaságra, a gazdasági növekedésre, a jólétre, a mindennapi életünkre nagyon súlyos hatásai lesznek. Tehát erre kell valami úton, módon ezzel a, ennek a vészhelyzetnek a keretein belül felkészülni. Halljuk a híreket Európa nyugati feléből, hogy milyen elképesztő rezsiszámlákat kapnak a háztartások. Magyarországon is át kellett alakítani a rezsicsökkentést, de ez az átlagfogyasztók számára megmarad. Ugye a részletszabályok most készülnek, de mit jelent egy ilyen helyzetben az, hogy egyelőre a háztartások az átlagfogyasztásig csökkentett áron kapják az energiát? Tehát a, ugye a fűtés és a, az áram áramszámla egyelőre nem fog emelkedni? Hát a válságra való felkészülés egyik alap pillére, hogy valahogy a háztartásokat vagy a rászoruló háztartásokat meg próbálják megóvni ezektől a költségektől. A, az, az energiálok elszállása az egészen drasztikus, tehát nem az, hogy duplájára nő, az is drasztikus, hanem 8-10 szeresére nőttek a világpiaci árak nagyon rövid idő alatt, tehát ezek elképzelhetetlen folyamatok. És ilyenkor ugye a fiskális politikának, az adott ország kormányának az egyik feladata, hogy megpróbálja a legrászorolóbbakat valahogy megvédeni. Ugye ez új rezsicsökkentés, újra gondolása is ezt hivatott, azt gondolom, szolgálni a legrászorultabbakat, az átlag, vagy akár egy kicsit tágabb kört is megpróbáljon kisegíteni ebben a, a időszakban, ezért is kell a költségvetést, vagy kellett a költségvetést is úgy tervezni, hogy ezeket a a rezsivédelmi intézkedéseket valahogy beleintegrálják, tehát igazából itt a fiskális politikának, a kormányzatnak az egyik fő feladata, hogy megvédje azokat, akik, akik nehéz helyzetbe kerülhetnek ezzel a, a energiárobbanással. Nyugat-Európában is azért elég hangosak most már az emberek, azt gondolom, hiszen az igazi klasszikus jóléti társadalmakban is ezek egyre nehezebben elviselhető terhek, és az energiaárak mellett azért ne feledkezzünk el az alapvetően igen magas inflációról is, tehát ami mondjuk főleg még az élelmiszerek esetében, alapvető élelmiszerek esetében is jelentkezik, hiszen az Európai Unió egészében idén akár rekordmagas inflációs korszak vagy időszak is lehet. Tóth Gergelynek köszönjük szépen. Köszönöm szépen.